Kedves nézőink, Mésző Miklós idén 75 éves. Mi is szeretnénk őt köszönteni, mégpedig a róla készült Triptihon az életműhöz című riportfilmmel, amely még tavaly készült el a Városi Televízióban. Ennek első részét láthatják mai mozaikunkban. Istenem, mondja az Isten, mikor fölébred reggel. Végig sétál az üres templomon, kilép a térre, sehol az árusok, forgalom is alig. Leül az utcasarkon, vár. Rájön, hogy vasárnap lehet. Ötven éves voltam már, mikor úgy nagyobb nyugalommal vehettem azt, ha egy kéziratot valahová beadtam. Na most ez tekintette épp a tegnap este hallottam a rádióban, hogy Magyarországon a férfiak átlag életkora 63 év. Azért egy ilyen országban, ilyen perspektívák mellett alkotónak lenni, hogy az ember 50 évig tulajdonképpen a puszta megjelenésért próbáljon harcolni, ez netán sok. Egy Isten a keresztútnál, batyú a hátán. Ujjai közt csillogó pénzt pörget. Feldobja, lehajol, megnézi a porban. Amit szexárd a maga tájaival, atmoszférájával adott, az nagyon mélyen beleivódott az irodalmamba, az írásaimba, és tulajdonképpen szinte azt mondhatnám, hogy egy kicsit jobban lecsupaszítom, akkor a gyökereket mindig vissza tudom magamba vezetni az emlékezés folyamán, ha írok valamit, vagy építeni próbálok egy szituációt fel, az, ha lemeztelenítem, valahogy a gyökér mindig egy nagyon jelentős szexárdi emlékhez, képi vagy egyéb emlékhez odaköthető. Egyre gyakrabban veszem észre, milyen nehéz eldönteni, mi egy emlék. Sokszor már annyira sincs helyük, hogy mindent betöltenek, s az ember ilyenkor kezd csodálkozni, hogy csak ugyan bérelt helye van a szőlőhegyen, ahol az éveknek eszük ágában sincs elillanni, ami egyébként példásan magyar költői kép. És úgy mindent összevetve az emlékek se nagyon tagadhatják, hogy hová valók. A táj ismerős, az időjárás is megfelel a több száz éves átlagnak, és még az is feltűnhetett, hogy ezekben a honi szurdikokban árnyék is rövidebbnek hat. Minden csak kidekázott fele önmagának. Szabálya takarékosság, hogy jusson holnapra is, ami akkor is előny, ha véletlenül elmarad az a holnap. Legalább nem mondhatják, hogy pocsékoltunk. Inkább megszületni se hagytuk ezt meg azt. Nehogy meghalhasson. Vagy ha mégsem így igaz, hanem egészen másképp, akkor is sugárzó a temető. Mivel hogy minden átballag a következő naptári évbe. Ennyiben megegyezhetünk. Az, hogy az ember miképpen lesz íróvá, ez hogy egy hosszabb és behatárolhatatlan tulajdonképpen élmény vagy élmény sornak az eredménye. Én nálam egész korán kezdődött tulajdonképpen egy olyan belső felismerés, egy olyan világra való rápillantás, amiben már benne volt az, hogy keresek valamilyen közeget vagy közlési formát ahhoz, nem csupán egy belső lelki feldolgozás szintjén akarom tudomásul venni a dolgokat, de vissza is akarom valami formába tükrözni. A régi fürdő meg egyébként is kivétel.
Még a 40-es években is olyan volt nagyjában, mint a századfordulón, vagy a tanácsköztársaság idején. Olyan szívósan roskatak házakat, mint itt. Talán sehol máshogy nem lehetett találni az országban. Az volt kiosztva rájuk, hogy a múlás elpusztíthatatlanságát példázzák. Természetesen a gyermeki fantázia és a gyermeki lélekrezdülésnek a világába ez másképp, de mégis lényegében azonos módon jelentkezett már tulajdonképpen eléggé korán nálam, és maga az effektív írás és a rögzítés, az pedig hát szinte azt mondhatnám, hogy a kora, kamaszkor óta tulajdonképpen kísértett. Mindez természetesen nagyon-nagyon erősen bele volt ágyazódva abba a családi, társasági, társadalmi és szélesebben véve abba a szűkebb geográfiába, amiben beleszülettem. Néhai Szomjú Mózes nazarénus lakatos és ötvös mester, nagyapám bizalmasa. A pince zárat pontosan úgy és oda, ahová a szemmérték, a célszerűség és játék. Ahogy a néhai diófát a néhai megyfától 15 méterre. Nehogy a pásztáról lezúduló, de igazában mégse lezúduló, mert a lépcsős iszapfogó pontosan 15 méterenként ott is, ahogy a szemmérték, a célszerűség és játék. Végre is azt gondolom, hogy a legérzékenyebb anyag a fejlődő gyermek vagy kamasz lélek minden lenyomatot hagy benne. Velem is így történt. És ahogy az időben előre haladtam, ezek a régi benyomások szinte annak az arányában hát növekedtek meg, és tulajdonképpen egyre élesebben jártak vissza a belső lelki és gondolkodási életembe. Úgyhogy elmondhatom, hogy mire megvénültem tulajdonképpen, szinte a gyermekkor közelségébe hozta nekem újra az ártereknek a világát, Szekszárdnak ezt a nagyon speciális a magyar dél-provanszra emlékeztető dombi világát, a szőlő kultúrával együtt járó emberi, társadalmi, társas együttléteknek az egész tájba és az egész az egésznek a belső milliója egy meditatív hangoltságra készteti az embert, pláne egy ilyenfajta indulás esetében, amilyen a zeném is volt, erre a belső meditálásra való hajlamhoz hallatlanul szuggesztív és erős háttérvilágot tudott adni a Szekszárdhoz kötődő úgynevezett présház, vagy a Szekszárd körüli domboknak a hangulata. Szeretem ezt a magányos, fizikai munkára is ösztökélő környezetet. A fűrész menekülés és pihenés a több órai szellemi munka után. Különben is szeretek tiszta határt szabni az engedélyezett vadonnak. Az akácos, ami bebetör a felső pászta szélén, az utakra is előre küldi pionírjait. Ezeket írtam, s a burjánt. Csak addig kegyelmezek meg nekik, amíg éppen virágoznak és színesítik az út mentét. De a magjukat már nem engedem beérni. Jönnek úgyis új csapatok. Így a semmittevés, az apró matatások fél órái is csupa igazságtevéssel telnek el. S egy-két olyan megfigyeléssel, amilyenekből a tudomány is felépül. Nem csupán velői szeszéllyel. Szekszárdon sokat mondhat, mert egy fogalom volt az Ulrich patika.
az a, ugye a fő, két fő, templomtér, főtér közötti szakaszon jobb oldalt meg is, amitán könyv üzlet lett belőle. Na most az volt egy olyan centrum, nekünk akkor a diákkorunkban az egy minden ilyen fiatalkori csoportosásban van egy hely, van egy ház, egy udvar, ahol csoportosulnak. Hát ez volt az Ulrik Patikának az udvara, meg ennek a labirintusos elég nagy házak a különböző helységei, ahol mi ezeket a fiatalos őrültségeinket csináltuk. Én Párizsban a Sorbonne-ra készültem, én ott akartam irodalom és filozófia szakra beiratkozni. Hát, hogy jól történt-e, nem, ezt már utólag az ember ne nagyon kutassa. Mindenesetre abban benne volt az a lehetőség, hogy ennyire fiatalon kerülök ki, és amennyire én a francia kultúrát és a nyelvet kezdettől fogva már gimnáziumban Hence Béla remek vezetésével, hát nagyon-nagyon megszerettem. Hát lehetséges, hogy jó fiatal sunga, akkor elcsábulok, és átváltom az életemet egy más, nem más pályára, de másutt és más nyelven. Egy lelkileg, szellemileg, évszázadosan felszabadult környezetbe, hát el lehet gondolni, hogy az ember ilyen fiatalos felszánással mennyivel otthon, azonnal és hamarabb, otthonosabban kezd el mozogni, és szedi föl, amit ebbe a világba lehet, és főképpen nem a kés elkésés és a késleltetettségnek abban az állapotában, amiben én és az egész nemzedékem tulajdonképpen estünk. Többnyire a külső vágányok környéke ez. Néhány lépés, és az utas már zavartalanul bámulhat ki egy tájba, ahol a földek kezdődnek. Pontosabban, ahol minden kezdet nélkül is folytatódnak. Földek és megint földek. Függetlenül attól, hogy van-e beléjük vetve valami, van-e ösvény rajtuk. Táj, amelyből az állomás megpróbálja eltéríteni magát. Ez furcsa érzés. Lelepleződik valami, ami sohasem volt eltitkolva. Az utas el is bambulhat, mintha az állomás fontoskodásából egy sokkal fontosabb ürességbe kóstolna bele. Csak hogy üressége ez, vagy éppen a fordítottja, ilyenkor támad gyanú, hogy talán mégsem lehet ártatlanul utazni. Szekszárd mellett az Pécs a maga kultúrájával, nagy tradíciójával valóban urbszként ugrott nekem elő a belső fejlődésem során, és intézményeivel, könyvtáraival, színházával, irodalmi múltjával és adottságaival olyan központja Dunántúlnak, Pannóniának, és az ott létesült irodalmi folyóirataival és egyebekkel automatikusan oda tudtam én magam módján kiáramlani. Aztán váratlanul a sorsunk szólt közbe. Közölték az egyik novellámat, és ez megzavart. Különösen az első kefele vonat. Egyszerre volt büszkeség és rettenet. Átélni, hogy a nyomtatás vetkőzte több, mint az első összefekvés. Napfényre dobja a bujkáló hibát is. És még paraván sincs, ami mögé bújni lehetne. Ha csak a szerkesztő biztatása és meleg embersége mögé nem. Azt viszont maradéktalanul megkaptuk Várkonyi Nándor személyében. Hosszabb ideig csak levélen keresztül ismertem, de így is személyes baráttá tudott lenni. Baráttá, aki a szó pliniuszi értelmében életünk tanújává szegődött, és folyton feladatokkal furdalta a lelkiismeretünket. S szinte taktikus bizalommal kényszerített rá, hogy a képességet és hivatást igyekezzünk kibogozni magunkból.
Egy nap még azzal is megfélemlített, hogy meghívott a Janus Pannonius társaság tagjai közé, és megbízott a folyóirat Cexárdi szerkesztésével. Az ilyen lökésektől minden esetre megpróbál az ember fölfelé esni, már csak betyárbecsületből is, mert mi lesz, ha csalódnak benne? Annak megint millió Cexárdi vonatkozása, és hát az is ebből a emberi, társadalmi és család mitológiából, amit illetőleg én mitologizálok, teszem át tulajdonképpen irodalomba, de nagyon sok fölismerhető olyan, mint hogy a megbocsátásnak is nagyon sok külső körülményei azért abszolút mélyen Cexárd, sőt, Cexárdnak bizonyos mértékig a historikumába van beleágyazva. Mi vonz? A barátok? Az arcok és reflexek panorámája? Egyfajta érzékenység a kultúra minőségében? És mind mögött a táj észrevétlen sugárzása? Csak ellentmondásosan tudnék válaszolni rá. Igazában nem vagyok otthon sehol. De úgy is mondhatnám, hogy Varsóban legalább annyira otthon éreztem magam, mint Nápolyban, Párizsban, vagy Le Pieux tengerparti fensíkján. Hűtlenség? Az is. De enélkül a hűtlenség nélkül az öbölnek sincs értelme, távlata. Az öbölnek, amely arra való, hogy kedvet csináljon a hűtlenséghez, és ízét adja a visszatérésnek. A Dunántúliság, mint lokálpatriotizmus. Inkább így fogalmaznék, felelősségteljes adottság az elfogultságot nem ismerő hűtlenség igazolására. Más szóval, sorsnak venni a hűséget, és a hűtlenséget tápláló feladatnak. Nekem akkor ez a kapcsolat rengeteget számított, egyrészt az előbb elmondottak alapján mindaz, amit én Cexárdtól kaptam, aminek szintén voltak kulturális és egyéb, szóval nem csak ilyen életviteli kedvességek és körülményesek, volt annak egy sajátos vonulata, de az etikája és a bizalom egy fiatal induló erő író fele, ez a mai napig csak nagy melegséget tudok visszagondolni erre.